Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, egy kicsit a balett világába kalauzoljuk ma önöket, hiszen a holnapi napon újabb bemutatóra készül a Székesfehérvári Balett Színház. A társulat vezetője Egerházi Attila a vendégem. Szervusz! Szervusz! No, hát furcsaságok ezt viseli, a holnapi előadás ezt a címet viseli. Mit kell erről tudni, Attila? Nálam a cím nagyon fontos, mert nagyon sokat mond magáról az előadásról, vagy pedig egy egész estről. A furcsaságok az tulajdonképpen maga a színházról és a színház csináló emberekről és magáról a színház csinálásról szól, mert ez egy furcsa dolog, nem egy hétköznapi dolog. Tehát pont ezért én azt gondolom, ezért szeretünk színházba járni, jó magam is, mert ott olyan furcsa dolgokkal találkozunk, úgymond, amivel a mindennapi életben nem. Hát főleg a tánc nyelv, ami nagyon absztrakt nyelv már önmagába véve, már eleve furcsa. Sokaknak ettől furcsa balett, de azt gondolom, hogy a program, hogy úgy fogalmazza, közönségbarát, hiszen olyan zenék szólalnak meg, és olyan koreográfiákat láthat a kedves néző, ami könnyen értelmezhető, úgymond. Tehát olyanoknak is jó szívvel tudom ajánlani, akik egyébként furcsának találják a balett előadásokat, vagy már magában névbe ugye furcsán állnak hozzá névhez. Egyébként egy nagyon könnyed hangvételű, de azért mély tartalmakat is megmutató koreográfiákról van szó. 5-1 felvonásos balett kerül bemutatásra 2 felvonásban, mert elég fizikálisan elég nehéz a program, tehát nem is tudnánk egy felvonásban játszani, és jelenleg még kis létszámmal dolgozik a társulat, úgyhogy 6 táncművésszel adjuk elő a programot, de nagyon bízom benne, hogy a nézők nem találják majd furcsának. És új helyszínen mutatkozik be, hiszen a Művészetek Házában, hogyha jól emlékszem, akkor még nem volt bemutatója a társulatnak. Pontosan, ez az első fellépésünk lesz a Művészetek Házában, nagyon készülünk rá. Tulajdonképpen színházat varázsoltunk munkatársaimmal, nagyszerű munkatársak segítettek ebben, és én azt gondolom, hogy sikerült ezt a színházatot megteremteni, mind fizikai valójában, és majd nagyon bízom benne, hogy majd a társulattal az előadáson is egy nagyon jó táncszínházat fogunk tudni teremteni, úgyhogy alkalmas helyszínné varázsoltuk egyébként táncra, táncszínházra alkalmas helyszínné, úgyhogy mi is nagy várakozással nézünk elébe az esnek. Volt már ugye az elmúlt időszakban több bemutatkozója is a társulatnak, hiszen elég, hogyha a Kortárs Művészeti Fesztivál megnyitójára gondolunk, de utána az Icsirigetben is volt egy ilyen klassz beavató színházi programotok. Milyenek a visszajelzések, milyen a fogadtatás? Hát nagyon-nagyon pozitív. Tehát mind személyesen, mind az előadásukán, vagy ugye egy performance-ról beszélünk az Icsirigetben, hát együtt táncolt velünk a közönség, tehát nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, és ez erőt ad nekünk a további folytatáshoz, illetve majd a munkakezdéshez augusztusban, mert ott újra kezdjük már intézményes formában működést a társulattal. Nagyon pozitív. Ha szabadna azt mondani, bár titkon ezt vártuk, de a vártnál pozitívabb, mint pedig, hogy az internet korában, meg a különböző portálokon, internetes portálokon a visszajelzések nagyon meleg hangúak, nagyon-nagyon pozitívak, úgyhogy én bízom abba, hogy persze idő kell hozzá, hogy minél több emberhez eljusson Székesfehérváron, hogy van Fehérvárnak, lesz Fehérvárnak, már van egy balettársulat, egy kortárs balettársulata, amelyik társulat színházat csinál, másfajta színházat, mint egyébként egy nagyszerű színház működik a városban, de másfajta színházat, és nagyon bízom benne, hogy a közönség ránk talál, és egymásra találunk a közönséggel. Ugye említetted azt, hogy a cím az mennyire fontos, meg hogy nagyjából mire számíthat a közönség. Hasonló ez mondjuk a Blablabához, illetve azokhoz a bemutatókhoz, amiket eddig láthattak? Bizonyos értelemben igen. Ez nyilván a létszám is meghatározza. Tehát 6 fővel cselekményes baletteket nem lehet játszani. Egyébként ez tervem, hogy cselekményes baletteket is játszok. Ez elárulhatom, hogy decemberre egy nagyon nagy szabású cselekményes balettel készülünk. Kortárs táncnyelven, kortárs balettnyelven a Diótörőt készülünk bemutatni. Aztán majd követik más cselekményes balettek. Ez most még nem lehetséges, meg ahhoz több idő kell a felkészüléshez, de ez nem azt jelenti, hogy ezek minőségében alul maradnak a cselekményes balettek sok esetben, hát még van amelyik... Komplexebb is, hát, nem? Hogyne. Ezek, én szeretem az irodalmi hasonlattal élve ezeket táncverseknek nevezni, hiszen a verseknek sincs cselekménye, és mégis nagyon sok mindenről szólnak, és nagyon sok cselekményt elindítanak bennünk, a mi saját cselekményünket, nem kell ahhoz egy sorvezető feltétlenül. Tehát egyrészt ebbe az értelemben hasonló, tehát olyan egyfelvonásos balettek, amelyek táncversek,
ként foghatóak föl, és különböző világot, egy komplett világot alkot mindegyik. Hát egy Piccolo Mondo, egy kis világ, teljes az ő maga egészében, mint egy miniatűre, vagy a Rembrandt miniatűre. Az értéke nem kisebb egy Rembrandt miniatűrnek, mint az egész éjjeli őrjáratnak, csak más. Zene? Az nagyon fontos, mert korábban erről már beszélgettünk. Igen, azt mondtam, hogy említettem, hogy a zenei válogatás ezen a programon könnyed hangvételű, tehát Elvis Presley zenéjétől kezdve Artisho zenéjén át, Perez Prado latinos zenéje, tehát egy vérpesdítő zenei világ fogja fogadni a nézőket, illetve ennek kontrasztja, vagy ellenpontja gyönyörű lírai zene Sibelius Waltz trisztéjére készítettem egy koreográfiát még anno egy finn gálára, ahol nagyon nagy közönség sikert aratott, és egy nagyon jó kritikát kapott ez a darab. Én azt gondoltam, ezt fel kell vennünk a repertoárra. Ez egy lírai kettős, két lánynak, két női táncosnak, úgyhogy ez fajta kontraszt lesz líra is azért, hogy úgy mondjam az este. Meg lesz akkor az íve, lesz dübörgés, lesznek slágerek, és akkor lesz egy ilyen lecsendesedős rész. Igen, hát mondhatnám azt, akkor most térjünk át a divattervezők világába, vagy pedig a textilművészethez, akkor ez egy patchwork, de ízléssel, legalábbis reményénk szerint ízléssel összeállított patchwork. Hol lehet esetleg még, aki érdeklődik az előadás után, mondjuk jegyek után nézni, vagy egyáltalán van-e még arra mód és lehetőség, hogy ne maradjanak le azok, akiknek ehhez kedvük van ennek csatlakozni? Még nagyon, nagyon gyorsan, igen, ugyanis mi interneten árulunk jegyet, tehát online, ez a www.fehérváribalett.hu, egyébként ott minden előadásunkra. Minden információ megvan. Minden információ, nagyon, a legtöbb információ az együttesről megtalálható, naprakész információk, kollégáim fantasztikus munkát végezve frissítik ezt az oldalat, és ott tulajdonképpen minden előadásunkra, így már most előre szaladok a június 13-ai Vörösmarty Színházi blablabla estünkre, amit megismétlünk, hiszen akkora sikerrel játszottuk, de még erre az előadásra is még online vásárolhatók jegyek, tehát www.fehérváribalett.hu. És akkor már, hogyha előre szaladtál és megemlítetted ezt a júniusi dátumot, akkor ezek szerint a bemutatkozó előadásnak lesz majd folytatása, akkora volt a Vastapsin, ha jól emlékszem, meg az érdeklődés, hogy többen nem is fértek be a színházba. Akkor őket most kárpótolni tudjátok? Igen, tulajdonképpen ez adta az alapötletet, hogy úgy éreztük, hogy ezt a programot meg kell ismételnünk. Egyébként a jövőben is, tehát egy repertoárszínház, így a táncszínház is, nem egyszer vagy kétszer játszik egy darabot, hiszen vannak, akik nem jutnak be a színházba, vagy nem értesülnek róla időben, tehát különböző okokból. Én azt gondolom, hogy a repertoáron lévő darabokat többször érdemes eljátszani, megismételni, hogy hányszor az minden darabnál ugye más. Nyilván egy Diótörőt, én bízom benne, többször fogunk játszani, vagy majd egy Róma és Júliát, de szeretnénk azért ezeket a táncverseket is többször eljátszani, így a blablabla bla, bla is most, már belecsúszva a nyárba, de még bízva abban, hogy a közönség eljön, és egy kellemes nyári estét eltölt velünk a Vörösmarty Színházba blablabla bla, bla esten. Akkor mondhatjuk azt, hogy munkásnapok vannak mögöttetek, és nagyjából ugyanilyen munkásnapok állnak még előttetek. Nagyon-nagyon-nagyon kemény időszak volt ez az elmúlt fél év. Ugye egy társulat önmagába véve, amikor repertoárt játszik, vagy évadba, benne van egy évadba, akkor az egy nagyon munkás időszak. Hát különösképp akkor, amikor az alapoktól kell dolgozni, és még nyilván nincs meg az a struktúra, nincs meg a megfelelő létszám, akik az én munkámat, illetve a balettmesterek vagy a táncosok munkáját segítsék. Mind a mellett, hogy nagyon-nagyon komoly segítséget kapok a Fehérvár, tehát a programszervező Kft-től, a Vörösmarty Színház munkatársaitól, technikusaitól fantasztikus segítségek. Nem is lehetne nélkül, tehát nem egy one-man show. Színházat nem lehet egy, két vagy három emberrel csinálni, jól meg végképp nem. De nyilván mi még nem vagyunk kész. Tehát most még nagyon sok feladat hárul, nem csak én rám, hanem azokra az emberekre is, akik most ezért a társulatért nagyon sokat tesznek, úgyhogy én köszönöm nekik ezúton is a kitartásokat, a hitüket és a munkájukat, de én azt gondolom, hogy ez meg fogja hálálni magát, és amikor már feláll a társulat, tehát meg lesz az a kellő létszám és apparátus, akkor sem lesz
könnyű a helyzetünk, de lényegesen könnyebb, mint amilyen időszakon most megyünk keresztül, de szép. Tehát valaminek az alapjait lerakni, ez egy szép, nehéz, de szép időszak. Meg talán ez jobban összekovácsolja azt a kemény magot, akik a kezdetektől együtt benne ez így vannak, van. Nem? Ez mindenképpen így van, és ha van egy kemény mag, úgy, ahogy fogalmaztál, arra a kemény magra már lehet építeni, hiszen a gyümölcs is így néz ki, hogy van egy kemény magja, és arra a körül épül a gyümölcs, és így teljes a kép. Hogyha nincs egy mag, nincs egy kemény mag, akkor nincs jelen sem, meg folytatás sem. Hogyha már a folytatást említetted, ugye a holnapi nap lesz ez a nagy bemutató, mondhatjuk azt, hogy akkor most itt az utolsó simítások vannak. Próbáról rohant el ide, próbára rohansz vissza. Hál' Istennek nincs messze tőletek a művészetek háza, ez így van, tehát ez nekem a tréning, most sietek vissza, hiszen főpróbánk van. Ez így igaz, ezek az utolsó simítások, és tulajdonképpen ma van a főpróbánk, aztán sajtónyilvános főpróba is bele kell, hogy férjen, és holnap pedig az előadás. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel holnap is jelentkezünk, hogyha tehetik, akkor pedig balettra fel, balettozzanak, menjenek és dobzódjanak a kultúrában. Köszönöm, hogy itt voltak.